A Jedlikányos terv elektromos töltőállomás alprogram keretében Ajkán úgynevezett két A-típusú normál töltőberendezést helyeztek üzembe a Szabadság téren. Városunk élen jár a programban, hiszen a pályázó többi 75 település közül csak 4-ben készült el a töltőállomás. Az Elmobi Elektromobilitás Nonprofit Kft-n keresztül 5 millió forint támogatást kapott Ajka, amelyhez az önkormányzat további 1 millió forintot adott. A szabadságtéri helyszínt azért választották, hogy az elektromos autósok a belváros üzleteit, szolgáltatásait itt helyben tudják igénybe venni, míg autójuk tölt, így a belvárosi kereskedelmi negyed többletszolgáltatást tud nyújtani. A kiépített elektromos töltőberendezések töltőosztoponként kétszer 22 kW teljesítményűek. Pat Ferenc megnyitójában arról beszélt, hogy a képviselőtestület régóta törekszik a város levegőjének tisztább átételére. Éppen, ha úgy tetszik, folyamatában vagyunk az elmúlt egy-két évben, mert állandóan téma volt, napirenden volt ez a kérdés, Ajka város levegője, a koromszennyezés, a porszennyezés, sőt, sokan mondják a szakszennyezés is, és akkor... Ezzel a kérdéssel mi ajkaiak direkt módon közvetlenül érintettek vagyunk. Ha ezt így végig gondolják, ez közvetlenül a levegővel függ össze. A levegőszennyezésnek, a légszennyezésnek egyik fontos, túl az ipari kibocsátáson, hisz az imént arról beszéltem, fontos tényezője a gépkocsi, a közlekedés egyre növekvő mértéke. A polgármester néhány gondolattal ugyancsak Ajka zöld jövőképét vázolta fel. Tisztelt jelenlévők, ugye Feribe vezetőjét hallották, én befejezem az ő gondolatait, átadom a töltőállomást, azzal, hogy ez a Jedlikányos terv keretében készült el, 5 millió forint támogatást nyertünk, és a városnak 1 millió forintjába került, és két oszlopot, töltőoszlopot építettünk. Oszloponként 2x22 kW-os teljesítményű úgynevezett Type 2-es csatlakozóval láttuk el. Így nem csak az autók, hanem a kerékpárok és a elektromos motorok is megtölthetőek ezzel. Ugye itt a szlogen is, töltsük együtt a jövőt. Ugye hát valóban ez a jövő. Ajkán már 9 elektromos autó van, ez nagyon komoly fejlődésnek látszik. És hát ugye mi ezen kívül, hogy ezt átadjuk, azzal járultunk hozzá, hogy a ilyen típusú autóknak, tehát az elektromos autóknak és más járműveknek ingyenes a parkolási díja. Úgyhogy önök is vegyenek ilyen autót, biciklit, motort, mindenki zöld rendszámmal közlekedjen, aki zöld ruhában van, már tett egy lépést a zöld elektromosság felé, aki még nem, karcsi, akkor te is vegyél egy zöld nadrágot, és akkor ezáltal mi is részt veszünk a jövőben, úgyhogy élvezzék elektromos energiával az életet. Köszönöm. Két elektromos töltőállomással gazdagodott a város. Miért jelent ez hatalmas fejlesztést Ajkának? Gyakorlatilag Ajkán ez az első kettő hivatalosan használható elektromos töltőállomás. Vejc városában, illetve Unnában már évek óta működnek elektromos töltőállomások, és főleg a vejci tapasztalatokat vettük át, és amikor lehetőség nyílt arra, hogy Ajka városa is pályázzon elektromos töltőállomásokra Jedlikányos program keretében, akkor ez a lehetőséggel élt a város. Ez még 2016-ban megtörtént a pályázat, viszont elég lassú volt a bírálat, és miután ez a pályázat is maga az elektromos töltők gyerekcipővel jártak, maga a töltőállomások elkészült és kicsit hosszabb időt vett igénybe, mint az eredetileg tervezett. Az E.ON volt a partnerünk, ő építette ki ezeket a töltőállomásokat, és gyakorlatilag Magyarországon tudomásunk szerint ez az első olyan töltőállomás, ami nem csak elektromos autó töltésére is képes, hanem elektromos kerékpárokat is lehet tölteni. Úgy láttuk a vejci példák alapján, hogy mindenképpen érdemes ezt a csatlakozót is rátelepíteni, mivel az elektromos autók mellett egyre többen vesznek elektromos kerékpárt, illetve az idősebb mozgáskorlátozott személyek is használnak elektromos járműveket, így ezeknek a töltése is a belvárosban megvalósul.
Várhatóan tovább bővül az elektromos autók köre, egyre több gépjárművet adnak el. A jedlikányos program keretében lehetőség van arra, hogy másfél millió forint támogatást kapjon az, aki elektromos gépjárművet vesz. Egyre nagyobb ezeknek a gépjárműveknek a hatótávolsága, az ár a mennyiséggel folyamatosan valószínűleg csökkenni fog. Sajnos az ajkai szóban is beígért tesztautó kipróbálására most nem volt lehetőség, mivel azt a projekt cég lemondta. Volt, aki ezt hiányolta is. Ön hiányosnak érezte az eseményt, ugye? De miért? Hát tesztautó nem volt itt, azért, mert úgy volt, hogy az ajkai szóban benne volt, hogy lesz. Végül is más nem volt hiányos. Tervezi, hogy vásárol egyet egyébként? Hát az csak a távoli jövő, mert anyagilag az elég drágom. És mit szól ez az ajkai beruházás? Az ön szerint meglendíti majd a helyi elektromos autó vásárlást? Szerintem terjed. Most majd egy 3 év múlva valószínűleg egy megugrás lesz. Meg a dízelek kimennek, amit már személyautót már nem is szabadna gyártani, dízelt személyautóba szinte már be kéne tiltani most. Gondolom azok majd átállnak elektromosra. A töltők parkolási helyét zöld színnel festették fel, így különböztetve meg őket a normál parkolóhelyektől. A környezetkímélő gépjárművek parkolása egyébként az önkormányzat rendelete szerint a város egész területén díjmentes.